Ibből napok mai második estéjén prima díjasokkal fogok beszélgetni. Ők azok az építészek, azok az alkotók, kutatók, művészek, ügyködők, akik elnyerve ezt a nagyon komoly díjat, talán az egyik legkomolyabb ilyen elismerést, fognak vallani, beszélgetni arról, én meg kicsit szeretném szakmailag piszkálni ezt a beszélgetést, hogy mint van és történt ez a dolog, és egyáltalán mit gondolnak magára az építészetről, a szakmáról, talán az oktatásról is, meg úgy általában arról, hogy hogyan is lehet ilyen építészkedni itt Magyarországon. Hát ezek a szándékaim, a beszélgetések meg majd úgy alakulnak, ahogy alakulnak, én nagyon bízom bennük, és akkor nagy szeretettel szólítanám a mai első vendégünket, Dévényi Tamás építészt. Kérem. Parancsolj, Tamás. Előjáróban mondanám, hogy egy picit készültem, és ebben segítséget is kaptam a felkért építészektől, de ugyanakkor van saját garázdálkodás is ebbe a dologban, amit én majd próbálok adagolni, de csak úgy módjával, meg ahogy a helyzet kívánja. Tamás, akkor én megnyitva téged, az életedet, ilyen értelemben, egy ilyen nagyon érdekes 60-as évek előtti, vagy 60-as évek képpel kezdeném, és kérlek, hogy mondj róla valamit. Én Salgótarjánban születtem, olyan fantasztikus gyerekkor adatott meg nekem, hogy úgy laktunk, hogy országút, utána ház, nagy előkar, kert mindenféle gyümölcsökkel, utána a ház, utána egy igazi fáskamrás udvar, kert, egy lejtő patak, utána pici szántó, vasút és erdő. És aztán amikor a negyedikes általános iskolába jártam, akkor a szocializmus egyik kedvenc fordulatával sikerült azt elérni, hogy elkezdett épülni a belváros, és a külvárosban lakókat, azokat betelepítették a belvárosba, a belvárosban lakókat meg ki a helyükre, hogy keveredjen össze mindenki, minél kevesebb ember ismeri egymást. Így aztán mi bekerültünk az egyik vadonatúj négy emeletes házba. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen fantasztikus dolog volt egy ilyen helyzetből bejutni oda, de az volt tényleg, mert hogy az egész város forrongott, egy komoly szocialista város épült ott az 50-es évek vége óta, és ez a karanyszálló, amit Jánosi György tervezett, ez volt az első igazi komoly épület, ami egy olyan léptékváltást hozott ezen a képen, itt még lehet látni a háború előtti hangya épületét, szóval ilyen maximum egyemeletes házak közé egy látszóbeton épület kezdett el így nőni, és hát akkor még kint laktam a városban, és jöttünk be, és tényleg itt szájtátva láttam azt, hogy mi van itt. És aztán, amikor beköltöztünk, már a karanyszálló állt és működött, de hát, hogy ma ennek nincs igazából mondjuk így építészeti értéke, de egy kicsi Dévényi Tamást képzeljetek el, aki megjelenik a város széléről a város közepén, és azt látja, hogy keret nélküli üvegajtó van, azon egy ekkora borostyán sárga lyukas félgömb a fogantyú, mindezt a, nem tudom, a tyúkok meg a kacsáktól nézve elég érdekes. Szóval, hogy elképesztő volt a Jánosi modernsége, akkor a látszóbeton, tehát még a betonszót se ismertem, nemhogy a látszót, és akkor ilyen japán erekben daruk vitték az égbe fel ezeket a dolgokat, szóval leírhatatlan volt. Igazából arról beszélek, hogy miért lettem építész, és meg azért is van ez a kép. És akkor beköltöztünk a városba, ott pedig mindenütt autók jártak, betonvasat szereltek, lehetett ilyen szerelődrótot szerezni, amiből óriási úszókészítés folyt, bandák voltak, szóval, hogy az építés az a mindennapok része volt. Amikor iskolába mentem, vagy jöttem, vagy kinéztem az ablakon, mindig valami készült. Tényleg fantasztikus jó helyzet volt, és mondjuk nagyon szomorú, hogy Salgótarján most egy csökkenő,
abszolút negatív spirálban levő város lett. Igen, pedig hát ugye akkori kormányzat próbált azért oda investálni, mert hát igen, jó nevű és jó kez építészek helyeztek el épületeket. De hát igazából nem is a kormányzat, tudod, az a fura, hogy a háború után kommunista bányászok lettek a város vezetői, hát ez volt a rendszer. Csak az első generáció még normális volt, és ők azt mondták, hogy ők nem értenek az építészethez, de hogy azt tudták, hogy itt most nagy fejlesztések lesznek, hát akkor jöjjenek olyanok, akik értenek hozzá. És akkor a pesti tervezőirodákból, a helyi tervezőirodák akkor még nem voltak, vagy éppen szervezés alatt voltak, és akkor így került ide végül is egy Gellerrel végül is a Jánosi, utána a Szrok György, a Finta József, Magyar Géza, és így tovább. És aztán ez így ment fel, és utána dzsum. És akkor még épültek házak a dzsumban, csak már gyengébb építészek. No hát, picit lapozva egyet. Bocsánat, csak egy mondatot még a tegnapi dologhoz, hogy Beszédes Kornélnak is épült egy nagy üzletháza. Ott vannak még a beszédes képek, ha megfordulunk, ami egy nagyon, nagyon szép kis homogén anyag innen nézve és közelről is szemlélve. Most egy borzasztó érdekes rajzot látunk, ez a diploma tervből kaptam, ha jól tudom. Mondj erről valamit, én ebben benne látom ezt a rengeteg betonacélt, amit ott fogdostál gyerekként. Igen. Én a lakótanszéken voltam, a műegyetemen a középület tanszék akkor is az elit tanszék volt, és én azt mondtam, hogy direkt nem megyek oda. Viszont a barátaim közül jó páran voltak a középület tanszéken, és akkor kitaláltuk azt, hogy ebből valahogy csináljunk valami nagy dolgot, és először a műegyetem történetében hárman közösen diplomáztunk. És ahhoz, hogy közösen diplomáztunk... Kell Csörz, akiből díszlettervező lett, itt a katonában is gyakran vannak darabok, aminek ő a díszlettervezője, szóval ott hagyta a szakmát. Harmadikunk meg Szász László, aki meg hát a Stúdió Szászként egy neves csomó irodaházat tervezett, mondjuk Váci úton is van, vagy három, vagy kettő. Szóval, hogy ő meg belül maradt a szakmán. És azt találtuk ki, hogy tervezzük meg Budapest új állatkertjét, hát elég nagyképű dolog volt, de hogy szükség lenne rá, vagy szükség volt akkor is, az biztos. És úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha az állattartást, mondjuk például a ketrec nélküli állattartást meg lehetne valósítani, akkor még lépnénk egyet nagyot előre. És ehhez mindenféle, majd mindjárt elmondom, mi micsoda itt, nagyon röviden, az a lényeg, hogy úgy döntöttünk, hogy a hajógyári sziget lenne a legjobb erre a célra, úgyhogy a római részek, meg a akkor még működő hajógyár az ott marad, de a maradék részen legyen az állatkert, és akkor a K-hídon, ahol most a Sziget Fesztiválra is be lehet menni, azon lehetett bemenni az állatkertbe, körben víz, és akkor megérkeztünk egy műdomba, mert ugye műdom kell a takarmánynak, és középen volt egy kocka alakú tér, ahonnan indult egy függővasút, mert hogy itt ez a dolog, egy függővasútnak a felső része, a tetején levő cső, az pedig a takarmánynak a csőpostája. És így gyalog is végig lehetett menni, meg aki még magasabbról akarta, az egy függővasúton. És ez éppen ez a BD1-ből, meg BC1-ből lehet látni, hogy ez egy talán ilyen 50x50 centis elemekből egy hatalmas felületet raktunk ki a három tervel. Csak még egy pillanatra visszakanyarodva, hogy el kellett dönteni, hogy hol diplomázzunk. Középület tanszéken, vagy a lakón. És hát persze mindenki azt akarta, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy a folyosón fogunk diplomázni, és akkor az egyik folyosó volt így beterítve a rengeteg rajzra, hogy a régi idők, akkor ez még letraszed betűk így felrakva, meg színes képek alárakva a Pausznak, mert az egész Pauszra volt nyomtatva. És akkor az a lényeg, hogy ez a ház a pálmaház és akvárium, fent van ezen a gerincen, átmegy rajta természetesen a függővasút, és én azzal kísérleteztem, hogy hogyan lehet úgy házat tervezni, hogy az alaprajza és a homlokzata az ugyanaz legyen.
Tehát itt például ez egy sátor szerkezet a rácsos tartók alatt, és ez a sugárirányú elem a varrásai a vásznaknak, le van feszítve, hogy lehet látni. Ez a égből való nézeten a rácsos tartónak megfelelő dolgok, azok felülvilágítók a viváriumokban, meg az akváriumokban. Ezek a cikkelyek meg így hónapokra beosztva a különböző növények, hogy mindig más virágozzon. Úgy éreztem, hogy benned mindig van egy ilyen határokat feszegető egyéniség, jó értelemben. Ez a folyosón való diplomázás, ez nekem borzasztóan tetszik, ez teljesen beleillik a szem az életműbe. Hát ugye az egyetemet követte nyilván mesteriskola, ügyködések, és akkor én azt hiszem, egy házat tudok tőled citálni ebből az időszakból, ugye ezt én biciklivel fedeztem föl, és nagyon érdekes élmény volt, mert nem értettem, hogy miért ilyenek. De talán ha elmondod, akkor világossá válik az én értetlenségem is. Hát ez azért került ide be, mert ez volt az első házam, ami megépült. Volt akkor a Köztiben, középülettervező vállalatnál dolgoztam, ez volt a egyetem utáni első munkahelyem, ahova azért mentem, mert hogy Jánosi György, aki ugye most már nem kell bemutatni, legalább egy házzal már mindenki ismeri, egy félkész házzal, sziasztok, hogy Jánosi az egy félisten volt számomra, szóval aki Salgótarjánt így át alakítja, akkor nála kell dolgozni, és akkor a diplomatervemhez felkértem opponensnek, ilyen remegő kezekkel, és akkor utána elmentem hozzá, és megkérdeztem, hogy dolgozhatnék-e nála. És azt mondta, hogy fiam, jöhetsz. Na és akkor ez egy köztis tervpályázat volt, mert szerencsére voltak ilyenek, amit megnyertem, és a feladat az volt, hogy akkor még az akadálymentesség, vagy mozgássérült korábban, ezek mind nem voltak, szóval, hogy végül is olyan embereknek kellett egy lakótelepet tervezni, akik kerekesszékkel járnak. Még talán kifejezése volt akkor rá. Na most volt igen, egy... Tehát ez volt a furcsa, erre akartam kinyugodni, hogy gyakorlatilag nem volt lábazat, igen. És hát marhára tetszett nekem, hogy nincs, de hogy nem volt világos, hogy miért lehetett ez így. Igen. És volt egy konstrukció, ami egyébként nagyon szimpatikus volt, hogy ez egy első lakás lesz. És amikor már kicsit változik az élet, házasság, gyerekek, akkor tovább költöznek, és mindig lesz egy ilyen első lakás. Uh-huh. De hát ezt csak úgy elképzelte a világ. Persze nem így lett. Aki ide beköltözött, soha többet nem költözött el. És hát így jöttek a bajok. Tehát például ezen azért van ilyen tető, mert hogy fel sem merült, hogy itt tetőtérbeépítés lehet. A lehető legolcsóbb, de azért építészetileg értékelhető dolgot akartam csinálni, és tulajdonképpen azért is van rajta tégla, hogy ne legyen karbantartási probléma, hogy aki beköltözött, az lakhasson. Maga a szerkesztése, ez egy éppen egy kerti homlokzat, úgy voltak ezek a sorházak, vagy úgy vannak összeforgatva, hogy két sorház között van egy gyalogút, vagy hát egy kerekesszékes út, utána jön a házzóna után jön egy magánkertecske, és a magánkertecske után jön egy olyan közös kerti út, ahonnan át lehet menni a szomszédokhoz. Hát ez egy ismert szisztéma a világ normális sorház országaiban, csak nálunk nincsenek sorházak, vagy akkor nem voltak még. Úgyhogy ez ilyen szempont is nagyon jól működött, mert jártak át egymáshoz a lakók. És akkor még egy dolog, ami furcsa lehetett, hogy horrorisztikus bódé sorok vannak, amiben az autók állnak, mert hát az első lakásnál az akkori Trabant Hikomat, mint egyedüli, mondjuk ilyen akadállyal élő által vezethető autó, az a holdban volt, parkolók voltak, hogy meg lehessen állni, de semmi több. És aztán megjelentek az autók, és akkor megjelent az igény, hogy ezeket le kéne fedni valamiért, ezt nem tudom miért, az autókat be kell rakni egy házba, és hát tényleg katasztrofális. Hát most én nagyot ugrottam, azt hiszem időben, mert közben, ha ismereteim nem csalnak, jött egy Ibüldíj. Uh-huh. Az Ibüldíj akkor már életműre szólt, vagy valami egyéni nagy teljesítményre? Hát szóval már nem házra szólt,
de az azért fiatal voltam, hogy életműre, szóval, hogy nem tudom, talán ilyen ígéretes figura vagy valami ilyesmi lehetett. Ez az Interopa Bank székháza, ami Szabadságtéren, ami jelenleg üresen áll, most talán egy német befektetőjé. Fantasztikus idők voltak, annyira ez volt a munkám, hogy volt saját asztalom a bankban, és ráadásul, mivel én tervezhettem mindent a bankban, Norman Foster bútorai voltak a bankban mindenütt. Hogy mondjam, hogy a világon legjobban ezt az asztalt irigyeltem tőle, amit a körúti irodádban volt szerencsém megnézni, igen. amikor annak az avatója volt. Hát az egy őrület, hát de közismert bútordarab egyébként. Úgyhogy szóval annyira szoros volt a kapcsolat a bankkal, hogy én voltam a művészeti tanácsadója, a banknak az azt jelentette, hogy mondjuk nem lehetett megvenni egy tálcát vagy poharat az én ellenjegyzésem nélkül. És ez addig, amíg Iványi György volt a... meddig tűrte a bank ezt a... Ezt amíg az Iványi volt a vezérigazgató, addig tűrte. Utána megvették az olaszok, és ők hozták az olasz hozzáállást, meg embereket. Onnan nehezebb volt a dolog. Itt hogy mindenki értse, ez egy udvarlefedés, amilyen őrületes itt tartok, néztem, amikor épült. Nem, de kihajlította meg azokat. Tehát ilyen kb. Ilyen 500-as így tartók, 400-ig gyártják őket a vaserőt. Hát két fejlemez, ívesre vágva és engerelve. Az egészben az volt talán az érdekes, hogy ez egy Sannan Ernő nevű nem túl fontos építész tervezte a házat, és egy ilyen fura, össze-vissza alakú udvara volt, és akkor ebbe egy ilyen kicsit ilyen omázs a Carlos Scarpa, bekerült ez a két ívdarab, és az egyik rész, amit most innen látunk, az befelé lejtő üvegtető volt, a másik az pedig kifelé lejtő. És a befelé lejtő az egy üvegcsőbe folyt, úgyhogy a pénztárterembe így lehetett látni, amikor esett ez egy őrület volt, tehát hogy az esővíz egy üvegcsőbe folyt le a belső térbe, ha esett, akkor folyt a víz. Ez szerintem bemohásodott aztán, ugye az egy kicsit, a baj. Igen, túl jók voltak a lámpák, és megélt rajta a moha. És magában az épület alatti földszinten volt a bankfiók, ott meg olyat lehetett megcsinálni, hogy a front office az egy hosszú pult volt, mondjuk olyan 60 centiszer 4 méteres üvegekből, másfél centi vastag, és az üvegek azok felülről voltak rozsdamentes pászkámákon lelógatva, úgyhogy így lebegett az egész, alul nem volt semmi. Igen. Hát ezt a bankot használtam, úgyhogy én sokat jártam ott, és néztem. Lépünk egyet. Ő micsoda? Ez az egyik legkedvesebb díj, amit kaptam az életemben, ez a Molnár Farkas díj. Ugye Bálint találta ki a Molnár Farkas díjat, és ez egy civil díj. És a civil díjak azok természetszerűen nem telítődnek meg politikai tartalmakkal. Mondjuk például úgy gondolom, hogy a Prima Primissima is megtelt, tehát hogy például a Prima Primissimák azok mindig mások, mint a Primák. Úgyhogy én tulajdonképpen örülök, hogy a Prima kategóriában vagyok. Na szóval ez a díj azért fantasztikus, mert hogy civil díj. Maga a díj is nagyon szép, Molnár Farkas Vörös Kockaházának az alaprajza van vékony alumínium lemezből kivágva, és így eltartva attól a felületről, ami hát ez a képen nem nagyon látszik, nagyon finoman, fehérrel van rányomtatva a Molnár Farkas díj. Nagyon büszke vagyok rá. Hát, gratulálunk hozzá. És hát ez egy nagyon érdekes ház, amit én fél órával ezelőttig nem tudtam, hogy miért úgy hívnak, ahogy hívnak. Ugye, mert a H-ház. Igen. Én mindenféle építészet történeti összefüggésekbe próbáltam tetten érni a ház nevét, de hát rántsuk le a leplet. Hát végtelenül egyszerű a dolog, mert hogy a fotókon az nem látszik, hogy amikor a Sóskuti úton jövünk, akkor a ház sorskuti kőből, meg a helyben kivágott, elszáradt akácfákból van a kerítés egy-egy darabja, és a bejáratnál van egy nagy H betű. Tehát, hogy annyira H-ház, hogy ott is van egy H betű. A H az a tulajdonos
horvát családra utal, de hát hogy rend legyen, a feleségének nyilván nem horvát a vezetékneve, de őt meg Henriettnek hívják, úgyhogy a H az mindkettőjüket hozza, így lett H. Értjük, és hát Évháza díjat kapta. Igen. 13-ban. És most, akkor gyakorlatilag... most újították fel, szóval ennyi után kellett hozzányúlni, a farészeket felújították, a zsindely nagyon jól tartja magát, úgyhogy az még... Ennek a fémek örök életűek. Azok meg örök életűek. És gyakorlatilag ezután datálhatjuk a előbb már általad említett Prima díjat, amihez hát forron gratulálunk. Én arról nem hoztam képet, mert úgy gondoltam, hogy itt érdekesebbek a házak, és ha még egyet lapozok, akkor ugye a te munkásságodba, aki jó ismer, de aki nem annyira, az is látja, hogy a belső építészet, és hát a kiállítások installálása, és hát ráadásul olyan kiállítások, amik valószínűleg ilyen 30-as évek modernizmussal, vagy a körüli ügyekkel vannak kapcsolatban, ezek egy fontos vonulat. Hát nagyon, nagyon. Szóval amikor elkezdtük az építészetet, azért beszélek többes számban, mert az első irodánkban négyen voltunk, Magyar Éva, Német Katalin és Pazár Béla, az volt az MNDP Kft. Szóval, hogy mi azzal kezdtük az építészetet, hogy mi olyan házakat fogunk tervezni, amit rendesen megtervezünk, de nem csak építészetileg, hagyományos értelemben, hanem kompletten. Hogy értsünk annyira a gépészethez, hogy egy anemosztát ott lehessen, ahol kell legyen, és úgy nézzen ki, ahogy kell legyen, hogy a gyenge áramú kütyük azok a helyükön legyenek, és természetesen a belső építészet is a munka része. Valahogy itt szétvált a világ millió darabra, amikor mondjuk ezek a korábbi házak voltak, akkor én meg tudtam írni a tűzvédelmi műleírást, és olyan volt, hogy ez legjobb legyen, ma már ha akarnám se lehetne, mert más jogosítvány kell. De a belső építészet, noha hivatalosan nem tervezhetnénk belső építészetet, van valamilyen ilyen kamarai dolog, például kiadtak egy ilyen vastag könyvet a magyar belső építészet, nem tudom, 2008-2018, vagy mi a címe, és nincs benne a Várbazár, aminek a belsejét csináltam, gondolom, mert én nem vagyok igazi belső építész. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy a belső építészet az nagyon nagy baj, hogyha külön válik az építészettől. Nyilvánvaló, vannak olyan helyzetek, amikor csak egy enteriőrt kell berendezni, akkor természetesen van ilyen, de az első alkalom, amikor egy ház megépül, akkor a belső építészetet szerintem az építésznek kéne csinálni. És a kiállítás az pont ennek az ellentéte, mert ezzel mindig azt mondom, hogy van egy ház, amiben csak belső építészetet rakunk be, de hát, tehát kivételek mindig vannak természetesen. A kiállítások egyébként azért ilyen 30-as évek közeliek, mert hogy ezek jobbára szeretetből készültek, amíg volt, hogy is mondjam, szóval amíg önálló volt a Magyar Építészeti Múzeum, addig a kiállításokat én terveztem, a múzeumnak persze szeretetből, amikor még volt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, akkor annak a székházában, és utána Horányi Éva valaki az Iparművészeti Múzeumnak volt a bújtor osztály vezetője, Nagy Kozma szakértő, vele csinálunk kiállításokat, amikor éppen lehet, ez a legutolsó a Műcsarnokban volt, ez a budapesti műhely kiállítás, és ez azért volt rendkívül vicces, mert az irodánk pont a Kozma iránti tiszteletből budapesti műhely névre hallgat, úgyhogy a budapesti műhely kiállítást tervezte a budapesti műhely, és hogy itt tulajdonképpen nagyon sok mindent be lehetett, vagy egy kiállításon nagyon sok olyan dolgot meg lehet csinálni, amit a rendes építészetben nem, mert hogy azonnali a siker is, meg azonnali a pusztulás is. És ez a pusztulás attitűd számomra nagyon fontos, mindig olyan kiállításokat próbálok tervezni, amiből nem lesz szemét. Mert egy kiállítás bontásnál szomorúbb dolog nincs, amikor a gipszkartonból, meg nem tudom miből való dolgokat így elkezdik bontani, és gyűlik a szemét is hordják el. Szóval volt olyan kiállításunk, ami azért volt csak húzott szerkezetből, hogy az egész kiállítás elférjen egy szatyorba. Volt olyan kiállítás, ami műanyag habokból volt, ilyen betonnal kijönthető habokból, amit utána megkapott egy vak család házépítésre,
Itt pedig a Spárga volt a főszereplő, igaz, hogy 20 kilométer, de Spárga, és itt a Kozma-féle élő munkát, hogy a kézművességnek a tisztelete úgy jelölt meg, hogy nagyon sok önkéntessel csomóztuk ezeket egyenként, ezeket a szálakat, és utána helyeztük fel a műcsarnok külön termében. Hát ezek nagyon szép gondolatok. Ez a budapesti műhely, ahol összeért a kör, ez gyakorlatilag nekem egy záromondat is. Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál. Én köszönöm. És csak azzal engedlek el, hogy van egy tilos rádió, amiben egy műsor születik, de azt nem mondd el most, hanem azt hallgassuk meg együtt. Köszönöm szépen. Jó.